A Székesfehérvári Idősödésügyi Tanácsadó Testület ülésezett kedden délután, amelyet 2024. január 25-én a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem szakmai partnerségével indítottak el, azzal a céllal, hogy egy összefogó hálózati rendszert alakítson ki a közgyűlés tagjai, a polgármesteri hivatalnak a témához kapcsolódó területeinek szakemberei, a szociális területen ellátást biztosító intézmények vezetői, a Kodolányi János Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, kutatói, valamint az aktív, több generációt megszólító civil szervezetek között a VeloState modell alapján és segítsék az 55 év feletti korosztály aktív idősödési képességeit, társadalmi szerepvállalását. A mai változó körülmények között ugye a társadalmi tendencia, hogy idősödik a társadalom, mert Székesfehérváron is ugye jellemző, például, hogy csak egy adatot mondjak, hogy 65 év felettiek, ugye több mint 22 ezeren élnek városunkban. Tehát muszáj foglalkozni a idős emberekkel és az idősödőkkel is, akik még adott esetben aktívak. A keddi alkalomra a szociális, oktatási és egészségügyi intézmények vezetőit, valamint a civil szervezetek képviselőit várták, akikkel szerették volna megismertetni a testület programját és bevonni őket a fejlesztési folyamatokba, hogy közösen egy élhető várost építsenek az 55 év feletti korosztály számára. Idén most egy nagy kutatással indítunk, egy integrált kutatással, ahol szintén megszorítjuk az intézmények vezetőit, meg a szakembereket is különböző formákban, tehát egy nagy kutatás fog zajlani, mert jelenleg nincsenek pontos adataink, ugye, hogy egyáltalán mire is van szükség, milyen problémák vannak, milyen igények merülnek fel. Ez az egyik nagy tevékenységünk. Emellett pedig indítunk szemléletváltó programokat, hogy egy kicsit a fő célja is a programnak, hogy egy kicsit másképp gondoljunk az öregedésre. Farnadi Judit projektvezető hozzátette, az idősebbek rengeteg tudással és tapasztalattal rendelkeznek. A testület egyik fő célja, hogy ezeket a képességeket az 55 év felettiek a társadalom hasznára tudják fordítani.